Thomas Middleton jakabkori angol drámairól is költőművé dolgozta át a Móri Zsigmond Színház. Koltai M. Gábor rendezésében az Asszony asszonynak farkasa című komédia egy olasz városban, Firenzében játszódik, ahol a gazdag Bianca szeretne összeházasodni a nála jóval szegényebb hivatalnok férfival, Leantinoval. Érdekes karaktert formálok meg, ugyanis ez a szerep nem nekem íródott, ez egy 20 éves játsza eredetileg a Middleton darabban, de hát a rendező úgy gondolta, hogy talán ez így érdekesebb lesz, hogy egy már középkorú férfi lesz szerelmes egy nagyon fiatal lányba, aki aztán el is hagyja ezt a férfit. És hát ettől is érdekes a feladat számomra, hogy olyan szerepet játszom, ami gyakorlatilag nem nekem íródott. A teátrum színészének így különösen nehéz volt azonosulnia a szerepével. Nem úgy, mint a Biancát megformáló László Lilinek. A vendégművész hamar megtalálta a közös hangot mind a színésztársakkal, mind az általa megformált karakterrel, mégis nagy feladatnak érezte a darabot. Kihívást nyilván jelentett. Az például mindenképp, hogy ezt az ívet megtalálni, mert ez egy eléggé nagy ívű szerep, és az előadáson belül is időben kitölteni ezt, vagy végigjárni az utat. Tehát ez mindenképpen egy kihívás, és hát igyekszem, szerintem jó lesz. A Rómeó és Júlia felnőtt változataként is emlegetett fekete humorú komédiát január 12-én pénteken este 19:30-tól láthatja először a nyíregyházi közönség a Krúdi Kamarában. Sajnék egy jó labdát veszni, ha jelen is csak egy foga lenne, azt is kiverni.